Próbálunk pozitívak maradni a baleset okozta következmények ellenére, és igyekszünk tovább dolgozni a csapatkémián, valamint a felmerülő problémák megoldásán. Bár még csak a bajnokság elején járunk, és sok alkalmunk lesz javítani, szeretnénk minél előbb rátalálni a győzelem útjára. Sokként ért, amikor megtudtam, mi történt a fiúkkal, hiszen nagyon közel áll hozzám mindkét srác. Örülök, hogy nem lett még nagyobb bajuk. Ám Manny elvesztése érzékenyen érintett, hiszen remek címbora és csapattárs volt. A saját játékunkkal igyekeztünk a héten javítani, és azzal foglalkozni, hogyan lehetünk még jobb csapat. Fontos, hogy pozitívak maradjunk, hiszen csak úgy lehetünk sikeresebbek. Megnéztük a Pécs nemzetközi meccsét is, tudjuk, hogy remek csapat, és nem sok hibát védhetünk ellenük, mert keményen meg tudják büntetni azokat. Kiválóan dobnak hávolról, így védekezésünkön változtattunk a héten, hiszen nem hagyhatjuk a periméter dobóikat érvényesülni, mert ha elkapják a fonalat, akár 4-5-3-ast is értékesíteni tudnak. Ezt szeretnénk megakadályozni és győzni hazai pályán szurkolóink támogatásával. Jó, hogy a családom is velem van, így sokkal jobban itthon érzem magam. Igyekszünk felfedezni éttermeket is együtt. A kedvenc magyar ételem a rakott káposzta, ami nagyon ízletes, de ettem már gulyást is. A magyar konyha igazán remek.